karácsony a tiszta Korteher mellett heten a startnál. Csikáva hetessel érdekes le a mezőnyben, a közelmúltban érkezett hazánkba. Kiváló hosszú távú formái voltak Franciaországban. Nagy kérdés, hogy ebben az erős mezőnyben mire lesz képes Tart. Elindult a futam. A Kisbérdi 2015-ben itt a Kincsen Parkban, és Red Hat Calypso versenyig nagy esélyese jól kezdett, de nem ő megy el vezetni, hanem Dénsztár Varga Zoltánnal, Tormás Gyulának két lova is a mezőnyben, Csikávát Németh Sándor a mezőny végére fogja vissza, a tréningtárs pedig Dénsztár elmegy vezetni, mögötte Bukefáloszt látom, egy három évest a második helyen, és jól kezdett Urgenstein és Szalem Golemmel. Jó tempót diktált Dénsztár a 2000 méteres versenyben, egy támpújú, hosszú távuló Dénsztár kell neki a jó iram, és Varga Zoltán úgy tűnik, hogy ezt a jó iramot tudja is lovagolni a lovon. Két-három hosszal elmegy, és szépen megnyúlik mögötte a mezőny, amikor a lovak most már a túlsó oldalon járnak. Dénsztár előnye most már talán négy hosszra tehető, Bukefáloszt mögötte Ifeb Kozmánnal a második helyen, a harmadik helyen látom Urgenstein, majd jön Red Hat Calypso, nagy favorit, aki az osztrák derbi napon második volt, és csak röptűztől egy másik magyar lótól kapott ki. Az élmezőny mögött Laguna színeit látom, illetve Gangstert a mezőny második felében, és Csikáva pedig megkezdi a zárkózást, és most már visszacsúszott Laguna a mezőny végére. Dénsztár most már egy picit erősebben kell lovagolni Varga Zoltánnak, mögé pedig megérkezett Bukefáloszt. Dénsztár, Bukefáloszt és Urgenstein, ők ketten most már kezdik előzni, mögöttük pedig nagyon könnyen kézből galopozik Red Hat Calypso. Red Hat Calypso jön talán a legkönnyebben, és nagyon könnyen jön Csikáva, a francia import kanca. Jönnek most már a lovak a befutó egyenesre, és átvette a vezetést Urgenstein. Urgenstein az első, Dénsztár folyamatosan hagyják ott a többiek. Urgenstein vezet, mögötte csak sétál Red Hat Calypso. Urgenstein, Red Hat Calypso kívül elindult időközben Gangster, és jól jön Csikáva első kincsenparki versenyében. Egy könnyű munka ez egyelőre csak Red Hat Calypsonak, meg sem mozdította még a lovas. 150-nel a vég előtt érre sétál, egy picit kapockáztodjon a lovat, a lovas, de nagyon-nagyon könnyű győzelem. Sokkal könnyebb győzelem, mint ahogy ezt mutatja. Nagyon fölényes siker. Red Hat Calypso győztes. Mögötte második helyen ér célba Urgenstein, és Csikáva egy jó helyezéssel, egy harmadik helyezéssel mutatkozik be itt a Kincsen Parkban. Hát kerestem a jelzőket, meg a szavakat, aztán egy kicsit bele is bonyolódtam, olyan könnyen nyert Red Hat Calypso. Tavaly második volt a derbiben, és ha nincs itt Kilvörd, akkor lehet, hogy ő nyeri a derbit, és hát utána is bizonyított Red Hat Calypso, egy újabb álmodós klasszist láttunk jól futni, és egészen könnyedén aratta ezt a sikert, hát ment egy gyep munkát. Ment egy könnyű gyepet, Urgenstein szorongatta, ő a maga részéről mindent megtett, de hát nem egy klasszis a kettő, hát itt ugye átveszi Urgenstein a vezetést, nyomában egy kézből, teljesen kézből. Figyelem, a nyolcadik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 3-as, 4-es, 7-es, ismétlem, 3-as, 4-es, 7-es. 3-as, 4-es, 7-es. Hát nem koptatta el a lovat Alberto Sana, és hát csak annyit kért a lótól, amennyi a biztos győzelemhez kell. Red Hat Calypso ezen a szinten ekkora fölénnyel győz, ez mutatja, igen, hogy nagyon könnyen. Hát Csikáva pedig bemutatkozott a jól futó gangster.